Éppen hazafelé tartott az a 70 év körüli szolnoki asszony, aki a buszpályaudvaron minden előzmény nélkül hirtelen összeesett. Barátnője megpróbálta felkelteni, a beteg azonban nem reagált, ezt látva pedig több szemtanú is a nő segítségére sietett. Mentőt hívtak, majd a mentésirányító utasításai szerint megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett. A telefonos instrukciók alapján a bejelentők megkezdték az újraélesztést, és egymást váltva küzdöttek az asszony életéért, majd perceken belül helyszínre érkező mentősök emelt szinten folytatták az ellátást. Járókelő hívta a mentőket, és rövid időn belül jött a mentő, újraélesztették, annyit tudok róla, hogy a Hetényi Géza kórházban van bent, megfigyelés alatt tartják, hál' Istennek meg tudták menteni az életét. Egy arra járó férfi stábunknak elmondta, fontos lenne, hogy mindenki megtanulja az újraélesztés lépéseit, hiszen bármikor bárkivel előfordulhat az, hogy akár a szerette közeli hozzátartozója élete kerül veszélybe egy rosszul lét során. Több embernek kellene az életmentő gépet kezelni, meg tudni az életmentésnek a... Ugye, hiába tanuljuk ezt a... autóvezető vizsgákon, tehát tanfolyamokon az embereknek a túlnyomó többsége nem tudja. Mindennapossá kellene tenni ezeket az oktatásokat rendszeressé. Egy másik férfi elmondta, hogy ugyanígy dolgozik pár száz méterre az esettől, de még nem hallott róla. Minden esetre nagyon örül annak, hogy sikerült megmenteni a hölgy életét. Ez a hír, ez számomra azért fantasztikus, mert hogy itt is megmutatkozik az emberi segítség egymás irányába. És ha ez így történt, akkor az azt jelenti, hogy még van remény, mert tudunk egymásra figyelni. És ennél szebb hír az életben nem nagyon lehet. Nem pedig az elidegenedés, a másokat ott hagyunk bárhol, hanem igenis oda tudunk nyúlni, és tudunk nekik segíteni. Ez egy fantasztikus hír szerintem a mai napra számomra. Az emberi összefogásnak köszönhetően tehát sikerült egy életet megmenteni a szolnoki buszpályaudvaron. Az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek, és a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.